A nagyszerű őszi szereplés után időarányosan jól áll céljai megvalósítását tekintve a Sinyői futballcsapat. A biztos bennmaradás már 16 fordulót követően elérhető közelségbe került, tekintve, hogy a 6. helyen fordult az újonc. A téli szünetben 3-an távoztak a csapattól, Takács Ádám Balkányban, Haburcsák Krisztián Ibrányban, Marics Gábor pedig Apagyon folytatja pályafutását. Helyükre 4-en érkeztek, és a szakemberek szerint nem csak a létszámkülönbség miatt erősödött a játékos keret. Lakatos Bence Tarpáról, Izák Bence Gyöngyösről, Kapacina Valer Mosonmagyaróváról, Bernát Martin Nyírbátorból tette át a székhelyi Sinyűre. Az edzőpáros a felkészülési program összeállításánál nem csak a mennyiségre, a minőségre is igyekezett figyelni. 8 edzőmérkőzést játszottunk a felkészülés során, Nyírdulajjal kezdtük, ő egy alacsonyabb osztályú ellenfél volt, aztán pedig próbáltunk egyre jobb játékerőt képviselő csapatokkal játszani. Az edzőmérkőzések nem sikerültek rosszul. A Debrecenben is játszottunk egy edzőmérkőzést, ott a két fél időben két különböző csapattal játszottunk. Az első fél időben azzal a csapattal játszottunk, aki az Ajka elleni Magyar Kupa mérkőzésen a pályára lépett, a második fél időben pedig a Debrecen U19-es csapattal játszottunk, illetve játszottunk a végén Ibránnyal és a főpróbát pedig Tájával. A Sinyűiek bíznak az őszihez hasonló folytatásban, bár tudják, hogy egy újonc számára mindig nehezebb a bajnokság második szakasza. Tisztában vagyunk vele újonc feljutó csapatként, hogy az ősz az általában mindig jobban sikerül, ugye még viszi a csapatot a lendület, valamint még ugye az ellenfelek annyira nem ismerik őket. Aztán ugye, mivel egyre jobban megismertek minket, meg letettük a névjegyünket, úgy gondolom az NB3-ban is, ezáltal biztos egy sokkal nehezebb tavasz vár ránk. A Sinyű számára már a nyitány sem lesz egyszerű, vasárnap a 4. helyezett Füzesgyarmat otthonában lépnek pályára Kapacináék. Nem lesz egyszerű mérkőzés, főleg így első meccsre, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat és nagyon jól dolgoztak a fiúk ahhoz, hogy bizakodóan várjuk ezt a mérkőzést. Itthon is egy nagyon jó és nehéz mérkőzés játszottunk velük, erre számítunk ott is, de felvesszük a kesztyűt és reméljük, hogy a lehető legjobban jövünk majd ki belőle. A 17. forduló további párosítása a következő: Eger Nyírbátor, Deac Tiszaújváros, Szolnok Putnok, Diósgyőr 2 Salgótarján, ESMTK Sajóbábonyi Cigántája.